Az amerikai elnök ledugaszolná az északi áramlat 2 gázvezetéket orosz agresszió esetén. Joe Biden a Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során megerősítette, az Egyesült Államok szövetségeseivel együtt kész határozottan reagálni, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát. A két vezető egyeztetett a Kijevnek nyújtott gazdasági támogatás növeléséről is. Az Egyesült Államok politikai ügyekért felelős államtitkára pedig azt üzente Moszkvának, ha Oroszország így vagy úgy lerohanja Ukrajnát, akkor az északi áramlat 2 gázvezeték nem halad tovább. Ezt határozottan kijelenthetem önöknek. Erről folytatunk egyértelmű tárgyalásokat német szövetségesünkkel, jelentette be Victoria Nuland. A német külügyminiszter Annalena Baerbock egyébként sem rajong a vezetékért és támogathatja az infrastruktúra leállítását. A kérdés azonban koalíciós feszültséget okozhat a Bundestagban. Olaf Scholz kancellár és Joe Biden egyebek mellett erről is egyezte február 7-i találkozójukon. Közben továbbra is intenzív orosz csapatmozgás tapasztalható az ukrán határ mentén, sőt már belorusz oldalon is. A kijevi kormány ugyanakkor kitart amellett, hogy az orosz inváziós fenyegetés nem nagyobb, mint tavaly volt. Ukrán elemzők szerint a veszély eltúlzása, a riogató perspektíva nem csak a közhangulatnak, hanem a gazdaságnak is ártalmas.